Jó reggel, Vietnám! Szehoztok, srácok! Üdv a csatornán, papi jelentkezik. gondoltam, csinálok egy ilyen videót, hogy elmondjam, hogy miért nem volt videó az utóbbi, talán már egy hétbe is, egy hetes videó. Hát azért nem volt, mert rengeteg dolgom volt. Minden nap melóztam itt van, és szeretném megmutatni, hogy mi az eredménye, és igazából szeretném azt megmutatni, hogy miért nem volt videó, mert gyakorlatilag mivel foglalkoztam az utóbbi napokban, és napokban, hát legalább egy hetekben azt nem mondom, de egy ilyen másfél hetet biztos, hogy eltöltöttem ezzel a projekttel, ami igazából, na meg is mutatom, hogy miről van szó. Néhány képet lőttem, még nincs összeragva teljesen a gép. És ezek egy ilyen elsődleges képek, majd később lesz olyan is, amikor már teljesen full össze van rakva. Tudjátok, egy ilyen ö, folyamat ö, része az, hogy össze is kell rakni a gépet, mivel szét is kell szedni. Na, mutatnám, hogy mi történt. A ventó, valaki ismeri ugye a, a csatornát, meg ugye ismeri engem, azt tudja, hogy volt egy fehér ventó. Azért mondom, hogy volt egy fehér ventó, mert már nincsen. Mert már van egy ilyen, ilyen színű ventó. Ez egy ilyen, nem is tudom, keki. Ez egy army green gyakorlatilag, ez egy army green uh, vento lett, uh, ami, de nagyon zörög ez a szék, ami gyakorlatilag ilyen matt uh, színű, matt, matt textú, textúrájú, vagy hogy mondják azt, hogy nem fényes, hanem matt, matt army green lett ez a, ez a gépecske. A hátulját kezdtem el így meg így uh, rendbehozogatni, meg csinálni aztán igazából arra csináltam nektek egy képet. Még ugye a izé például nincs fent, nincs fent az embléma, amit láthatjátok a, 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 Vento feliratot, azt teljesen eltüntettem, a szárnyat azt levettem és teljesen eltüntettem a helyét, nagyon, és nagyon jól sikerült egyébként, úgyhogy abszolút meg se látszik, pedig ugye furva volt a szárny, ki volt furva, és mégis nagyon tényleg le a kalappal magam, már Mert büszke vagyok magamra, ne arra hogy ezt mondom, de sikerült úgy eltüntetnem a lyukakat is, meg mindent, hogy jó, jó lett. Egyébként nagyon nagyon tetszik ez a szín. Meglepetésnek szántam, hogy ugye nem akartam el, először elsődlegesen elmondani, hogy gyakorlatilag én nekem ez a tervem, hogy új szint kap a vento. ezért úgy gondoltam, hogy megcsinálom, és akkor utána megmutatom nektek. De tovább nem bírok várni, ugye még az egész szerelje nincs összeragva, tehát még nem tudom kihozni, meg, meg, meg még egy csomó mindent kell rajta módosítani, de mondtam egy ilyen elsődleges, egy pár képet lövök róla, és akkor azt megmutatom, a hátulja, ugye, az már így készülőben van. Na hát igen, így néz ki az egész. Rajt vannak sima, normál lemezfelnik vannak, azon volt ugye mozgadva, fújva, meg minden, az egész. Igen, ilyen, ilyen textúrájú, ilyen kicsit ilyen, olyan textúrájú ez a, a festék, hogy nem teljesen matt, nem az a matt festék, ami ilyen nagyon-nagyon az, hanem ilyen inkább, mint hogyha ilyen nagyon finom szemcsés lenne az egész, és ö, ott olyan helyen, ahol direkt besüt rá a nap, ott ugye valamennyire ezek a szemcsék így visszaverik a fényt, ahogy itt látni, de egyébként ilyen matt hatású az egész, úgyhogy egész kis kellemes. Ö, nem tudom, milyen képet lőttem még róla. Ja, itt a az igazából ennyit fényképezgettem ugye a garázsba. A... Ja, és itt lefényképeztem itt, itt ezt a Szerintem itt egy képet, amin jobban látni, hogy milyen a, milyen a festés, meg milyen a szín. Itt ö, rendesen, hogy megvilágítottam, és akkor megmutattam, ugye ez az egyik ajtó akar lenni. Hát így néz ki, gyerekek. A, ugye itt a diszlécnek el van, ami ugye vissza fog kerülni. Ö, baromi jól néz ki egyébként, maga a, a, a sárga. A sárga nagyon jól néz ki ezen a, ezen a színen. Uh, ugye itt az első index, az első sárvér, az első sárvér nagyon csúnya volt, ez például azért fényképeztem, mert itt, itt ez abszolút nagyon szar volt, és most sikerült teljesen jól megcsinálni. A... Igen. És az arany sárga nagyon jól, nagyon jól áll neki, amint látjátok. Uh, Egy-két dolgot akkor még elmondanék, hogy, hogy mi fog változni rajta, most már nem... Úgyis ez, a, ez volt a legfőbb dolog, ami változik. Ö, szeretnék elmenni ilyen militari ret stílusba, ami azt fog, azt jelenti, hogy. kap. Egyébként a lemezfelnik lesznek ugye krém színűre lefújva. Krémszínű az egy ilyen nagyon-nagyon, nagyon durván halvány, ö, cappuccino szín, talán ilyen, mit mondjak róla. Tényleg ilyen nem vajszín, szín, hanem egy kicsit sötétebb, de ilyen, ilyen krémszínnek titulálnám, talán ilyen drop, vagy valami hasonló szín lesz. Azok lesznek a lem szélesített lemezek lesznek alatta, arra lesz ráültedve, ugye, e és fekete kiegészítőket fog kapni, e ami még, amit még akarok rá, az, az egy, az tető csomagtartó. És itt meg is kérdezném, hogyha esetleg valakinek van Golf 3 Vento tetőcsomagtartója eladó, nem horror áron, most ez tényleg e, e, akármennyire rossz állapotú, mert mindenképp úgyis fújva lesz, akkor az, a, azt az, az jelezze, és akkor azt, azt megbeszélhetjük, és akkor azt megvenném én. Nagyon szívesen. Golf 3 Vento, igazából, vagy a, ami jó rá. Oké, okay? e, ez a két autó az biztos, hogy jó rá. Na, e, annyit akartam még, hogy igen, azt a, a tetőcsomagtartót szeretnék rá, és ilyen falécezésűt, tölgyfa sötét tölgyfalécekkel, hosszán, ugye belécezve, meg ugye ez már egy kicsit ilyen retes ret, ret lesz, és ö, rendszámot akarom kirokni bal oldalra, az elsőt, akkor még amit. Ja, igen, igen, ugye mivel Army Green, matricálás, az, azt ö, akarnék rá, most ezt mi, bezártam minden gyerekek. Matricálás, csak pont nem látszik, igen, itt van a az üzemanyag betöltő nyílás, az, az be akarom fekete, citromsárga, s, ö, ilyen csikos lesz, és akkor itt hátul lesz egy nyíl, és egy ilyen fuel felirat Az a tipikus vadászgépeken, amíg van matricák, nagyon kevés, nem, nem fogom, fogom szarra matricázni, hanem egy-két ilyen apróság nyíla vonószemhez, ö, citromsárga nyíl, vagy narancsárga esetleg a hasonló színű ilyesmiket akarok rá, de nem, semmilyen körülmények között nem akarom ilyen nagyon gicsösre Ja, úgyhogy ha csomag tartotok, van eladó, akkor uh, szóljatok, jó? És akkor megbeszéljük, akkor uh, írtok, uh, vagy ír, le van az e-mail címem, jó? Uh, leírásba, és akkor írjatok arra, hogyha van esetleg eladó csomitok. Ja, uh, egyébként más, más az eléggé letisztultra, akarom azért is tüntettem el róla a dolgokat. Igazából semmi ilyen extra ne. Ja, egyébként itt most a, látjátok, hogy nem illeszkedik a tető, vagy a mm, csomagtartó és a tető és a, ugye a, mm, az a hátsó elem, azért mert ugye nincsen még teljesen összeragva, ide, jönnek különböző gumik, amik eltartják ugye és akkor lesz pont szintbe. Ja, igazából más talán nem is akartam. Igen, körülbelül ennyi. Célesített lemez felnin, kicsit retro, kicsit retes, kicsit militári stílusú lesz, ugye. A talikon meg akkor ugye átszaháló lesz esetleg, a tetőcsomagtartó marmonkannák, meg gyerekbicikli, meg minden hülyeség. Tudjátok, az a tipikus ret stílus, aki tudja mi az a ret, az, 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 szerintem tudja, hogy mire gondolok. Rosdás dolgokat nem akarok, gondolkoztam rajta, hogy az jobb első sárvédőt, azt beretelem annyira, hogy rá, rosdásra. Csak, hát mégse, mégse. Majd lehet, hogy fogom, de még egyelőre nem. hogy hogy ilyen apró brett dolgok lesznek rajta, például rendszámtábla, félig lógjon talin, meg talin ugye legyen a marmon kanna fönnötetőn, meg a kacatok fönnötetőn, meg, 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 ezek, tudjátok. Meg ugye igazából a, le a szélesített lemezt akarom, nem akarok felni talán, ugye volt az a, széles szélesperemű felém azt eladtam, Uh, úgy gondolom, hogy egy ilyen, egy ilyen retróbb uh, stílusú stílushoz, meg egy ilyen retróbb autóhoz uh, egy szélesített lemez az mindenképpen baromi jól fog kinézni, főleg ha valami nagyon kis aranyos színbe, ami nagyon megy ehhez igazából. Ez a koncepció, ugye Tényleg azok nagyon sokat gondolkoztam, hogy mi, mi fele menjek el. Mindenképpen akartam valamilyen stílus irányzat fele elmenni, mert mert igazából az, hogy van egy fehér és akkor elkezdem egy parakcsálni, és akkor rakok rá ilyen felnit, meg olyan felnit, meg, meg, meg csinálok egy-két dolgot rajt, és igazából nem követ, hogy nem, nem, az, hogy köve, nem az, hogy kövessek egy stílust, hogy, 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 azt így másoljam, de mégis, hogy valamilyen Valamennyire így, ugye vannak, vannak, vannak most vannak stílusirányzatok, amiket azért jó, hogyha követsz, és nem össze-vissza kevered. Például, ugye, például, tök jó néz ki mondjuk egy pont szaver, haveromnak van egy Ford fókusza, ő abban gondolkozik, hogy ugye megcsinálja, tudjátok, a, a Japán Racing felni, alá, meg akkor, ö, meg akkor kicsit ilyen eres stílusba, tudjátok, RS zöldre, és akkor ez egy sportos stílus felé elmenne, ugye, oda például jók a, a nem boileres, de ö, nagy Spoilerek ugye előre, vagy hátra oldalt oldatok, meg ugye spoiler hátra, van például, ez különböző ret meg militári stílus, amikor kicsit ilyen letisztultabb, vagy, vagy inkább ilyen kult stílus, tudjátok, mire gondolok, ami ilyen, ilyen, ilyen visszafogottabb, viszont, viszont, mármint szárny, meg ilyen spoiler irányba visszafogottabb, viszont ugye, a ret stílust azt meg abszolút nem kell magyaráznom, és akkor én úgy gondoltam, hogy keverem a retet, meg a, a és akkor így ebből e, kihozok egy ilyet, ami nekem tetszik. Mindenképpen a, a nekem a peremes felni mindenképp kell szélesítetbe, szélesített be, mivel ugye szélesített lemezbe, mivel ugye az illik ehhez, semmiképpen nem valami diszkos felni. E, úgyhogy ilyen, ezekben gondolkozok, esetleg ötletek, hogyha vannak, akkor jöhetnek. Mm. igen, más talán nem is akartam mondani. Ja, és ha G3 Ventó tetőcsomag van, akkor íze, 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 írjatok, írjatok e-mailt. Jó, eladó. Írjatok árat, e-mailt minden, vagy árat meg, hogy esetleg képet küldjetek róla, hogy milyen. igazából az a nagyon alap kellene, ami fekete, két oldalt ugye a csatoló felület, abszolút nem is kell nekem, hogy zárható legyen, meg ilyesmi. fölrakható legyen, kész, két szín, ugye keresztbe, én úgyis be fogom létezni, meg újra fogom fújni az én ízlésemnek megfelelően. Jól van, oké, és látszak. Jönnek majd videók erről egyébként, hogy hogy, fog ki, hogy, hogy sikerült. Van ugye pár olyan ember, akit érdekelnek ezek a dolgok, nem csak a gameplayek. Köszönöm a figyelmet, és köszönöm a türelmeteket, hogy. Hogy igazából nem voltak eddig videók, aztán most már vissza fogunk térni azokhoz is. Ja, jó, sokat beszéltem, remélem, egyéb, remélem egyébként tetszik nektek is a Vento. Kíván, tényleg nagyon kíváncsi vagyok, írjatok véleményt, hogy nektek szerintetek mennyire, mennyire jó ez a katona, az Ö... Nagyon sokat gondolkoztam, még hadd mondjam el azt, hogy ugye már most kis is van néhány darab, ö, talán szerintem egy ilyen egykezemen meg tudom számolni, hogy hány darab ö, Army Green Vento. Ö, Ugye ugyanúgy van Golf, ugyanúgy van az összes autóval Army Green, most már. És nagyon gondolkoztam azon, hogy talán nem kellene, mert már mert már van. De igazából, mivel van fehér, meg piros ventó is, meg kék, meg zöld, igazából nem nagyon tudtam volna olyan szint választani, ami ami nincs. És ö, ismertek engem, hogy mindenképpen szeretem a, a, a Spin tires meg a militarit, meg a Katonaságot, meg a meg amúgy is a red dolgokat, meg a retro dolgokat, és akkor mondom, ez, ez az a stílus, ami nekem nagyon tetszik, és akkor ezt fele kell elmenni, akkor nem kell arra, nem kell mondjuk, hogy divat irányzatot követni, de ez is egy irányzat, úgyhogy jó, erről nem is inkább hagyjuk is. Na, akkor majd lesznek videók is erről a dologról, majd kiviszem, összerakom, még nagyon sok dolog van vele, szerintem még egy hét, amire összerakom rendesen, meg mindent megcsinálok vele, és akkor majd utána egészben is láthatjátok, meg a felniket még fényezni kell, ugye? Mivel nem a, nem a bronz színben fog lenni, hanem ahogy mondtam, az ilyen krém szín. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, csúmi cső!